Pénteken és szombaton az asztali teniszt kedvelőké volt tornatermünk. Péntek este Csehország és Szlovákia senior top 10-es listáján szereplő versenyzők mérték össze tudásukat egyéniben és párosban. Az évente megrendezésre kerülő barátságos torna 16 éves múltra tekint vissza. Ez már a 16. találkozó, ugye a 16 évvel ezelőtt, én előttem, aki volt elnök, és a cseh elnök összegyöttek, és megalapították ezt a versenyt. Egyik éven Szlovákián, másik éven Csehországban volt. Ezelőtt úgy folyt a verseny, hogy minden korosztályból volt két játékos, de jelenleg, hogy nehéz most a anyagi helyzet, más módszert választottunk, és pedig a Davis Kupa szerinti mérkőzést, és így, ha vesszük, azelőtt volt 20 játékos, most le van edukálva 10 játékosra, csak az egész verseny. Az elnöki posztot betöltő cseh kolléga ma már a 80 év feletti kategóriában versenyez, vagyis a legidősebb versenyzők között van jelen. Riportalanyunk szerint ez nem egyedüli, mert Cseh és Morvaországban egyrészt jobbak a feltételek a szenior asztali tenisz művelésére, másrészt meg sokkal jobb a csapatszellem. Cseh és Morvaország, nehogy valakit megkárosítsam, jobbak a feltételek, már csak abból is veszem, hogyha Szlovákián rendezünk versenyt, legtöbb asztal, amit föl tudunk állítani, 10 asztal, az is csak két helyen van, és közben, mint Csehországban van verseny, ott felállítanak 24 és több asztalt. És szerintem a cseh játékosok jobbak, jobban tudnak, nem tudom azt a helyes magyar szót megmondani, jobban összetartanak. Mi nálunk néha kell egyeseket kérni, hogy jöjjenek el, nem jöjjenek el, minek menjek. Nehéz nálunk a helyzet. És a Szlovák Asztaltani Szövetség a veteránsokat nem támogatja semmivel. Összes anyagi helyzet, ami van, amit kiveszünk a tagságból. Ezt a helyzetképet a 16 éven át egymással barátságos mérkőzést vívó két nemzet eredményei alátámasztják, mert ugyanaz eredmény kellemes, csak hogy a csehek számára. Hát ez a bilancia igen kellemes, de a cseheknek 15-0, ma lesz 16. Úgy néz ki, mert például a 40-50 éves korosztályban a cseh játékosok azok még játsszák a cseh extraligát, és a 60 éves korban is még játsszák a extraligát, mint nálunk, a körzeti viszonyokon játsszák a asztalteniszt. És megint visszatérek, hogy azoknak nagyobb a lehetőség edzése, mint nálunk munkába hazamenni, elmenni, játszani, és az egész. Hát szerintem benne van, hogy mégiscsak ők jobban húznak ahol a sportághoz, mint mi Szlovákia. Mink inkább elmenjünk kocsmába. A szövetség elnöke nem rejtette véke alá véleményét akkor sem, amikor az asztali tenisz szakosztály helyzetét elemezve elmondta, hogy ha nincs szülői támogatás, akkor ifjúsági szint sincs. Már amilyen van, mert Szlovákiában jelenleg például nincs tehetségkutatás, ennek köszönhetően ebben a sportvágban nincs is kiugró tehetségünk. Viszont mi vagyunk az egyik olyan hely, ahol fel tudunk állítani 12 asztalt a játék kedvéért, amit jó lenne, ha nem csak országos és nemzetközi szinten használnánk ki, de itt helyben. Ahogy elhangzott, szülői támogatással tehetségeket is kereshetnénk helyben és a környéken egyaránt.